A pandémia az élet számtalan oldalát megnehezíti, így többek közt az iskola érett gyermekek intézményválasztását is. A Kalocsai Kertvárosi Tagiskola bemutatkozó kis videókkal, továbbá online szülői értekezlettel igyekszik segíteni a szülőket a döntésben. A kis videókban az iskolát és a tanítókat is megismerhetik a leendő elsősök, illetve nevelőik, az online értekezleten pedig a felmerülő kérdésekre kaphatnak választ. Amiről biztos, hogy szó lesz, az a beiratkozással kapcsolatos fontosabb dátumok, magának a beiratkozásnak a menete, milyen lehetőségei vannak. Az online beiratkozásról is fogunk beszélgetni, illetve utána az iskolát érintő kérdések, hogy milyen osztálytípusaink vannak, illetve miről szól a gólyatábor, és minden kérdésre szívesen válaszolunk, ami a szülőkben még felmerült az elmúlt időszak során. Az online szülői értekezletre április 7-én szerdán délután várnak minden érintettet. Erről előzetesen már küldtek ki értesítéseket, melyben a kapcsolódáshoz szükséges további információkat, linkeket, illetve regisztrációt is megtalálhattak a szülők. Sok családot érint a rendhagyó értekezlet, ugyanis az iskolában az előző évekhez hasonlóan most is több osztályt is terveznek indítani. Szeretnénk idén is 3 osztályt indítani, tehát szeptembertől, és erre várjuk a jelentkezőket. Ugye nekünk 2 osztálytípusunk van, a német nemzetiségi oktatás, illetve a sakkpalota, ahol emelt matematika oktatás zajlik, illetve angol nyelven tanulhatnak a gyerekek. Mind a 2 osztályunkra lehet jelentkezni. Eddig általában úgy volt, hogy 2 németes osztályunk volt, és 1 matematikás. Hogy idén hogy alakul, azt nem tudjuk, de szeretnénk 3 osztályt indítani szintén. Az online értekezlet a Teams felületén fog zajlani.